Szakmafest a szakképzés körül forgott minden Nyíregyházán. Második alkalommal szervezték a maga nemében egyedül álló szakképzési nyílt napot. Turisztikai fejlesztések, megújul a nagykálói napstrand és a csodarabbi sírhelyét is felújították. Keleti rangadó, a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában szombat este a Debrecent fogadja a Nyíregyháza Spartacus. Az elmúlt év nagy sikere után idén is több száz fiatal látogathatott ki Nyíregyházán a Szakmafestre. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvény lehetőségeket vonultat fel azoknak, akik épp pályaválasztás előtt állnak, vagy átképeznék magukat. Az eseményre kitelepültek Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye szakképzéséért felelős intézményei, és azok a cégek, vállalkozások, amelyek foglalkoztatóként vannak jelen a munkaerőpiacon. Minden, ami szakma. Ez volt a jelmondata az idei Szakmafestnek, amely számtalan lehetőséget kínált azok számára, akik egy helyen és első kézből szeretnének informálódni a továbbtanulási lehetőségeiket illetően. Már a megnyitót megelőzően megtelt a Kossuth tér. A fesztivált a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium flashmobja nyitotta meg. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár mondandójában azt részletezte, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyeket a szakképzési rendszer nyújt a fiatalok számára. Ad minőségi oktatást, hiszen rettentő sokat fejlesztettünk tartalomba a vállalatok segítségével, és van tartalom, amit elhagytunk, és van tartalom, amit beemeltünk, ami modernné tette. Olyan eszközöket fejlesztettünk, és olyan környezetet, és ez folyamatában is van, ami azt gondolom, hogy 21. századú. Tehát ez az oktatáshoz kell. A másik, hogy nagyon sokféle választási lehetőség van, hiszen van az 5 éves technikus képzés, ami érettségit ad, szakmát ad, okleveles technikus, az még kreditpontokat is már ad az egyetemre, és hogy besétálhat az egyetemre gyakorlatilag. Tehát ez a, mi úgy hívjuk mindig, hogy a technikumok, ezek a mérnök képzés előszobái gyakorlatilag, tehát egy nagyon minőségi, feszített képzést ad, de nagyon jó átlagú gyerekek kerülnek most már be, úgyhogy azért ezt úgy büszkeségből elmondhatom. Pöröskei Gáborné kitért az ösztöndíj lehetőségekre és arra is, hogy egy új szakma elsajátítására gyakorlatilag minden életkorban lehetőség van. Azok, akik nem tudták esetleg elvégezni az általános iskolát, vagy nehezebben megy a dolog, ott pedig dobantó programunk van, és műhelyiskolánk, ott nincsenek tantárgyak, a végeredmény az egy részszakma, de ha megkedvelik, akkor átjöhetnek a rendszerbe, és ezt is beszámítjuk. Felnőtteket is várunk, mert ott is beszámítjuk az eddigi tudást. Várjuk azokat, akik gimnáziumban érettségiük van, csak nem tudnak magukkal mit kezdeni gyakorlatilag, mert hogy érettségi utáni 1-2 éves képzéseink is vannak. Tehát igazából azt gondolom, hogy mindenkit várunk. Tehát tényleg a 14 évestől kezdve akár a 70 évesig is. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés elnöke a munka fontosságát emelte ki a vármegye vonatkozásában. Nincsenek olyan nyersanyagaink, amikre a gazdagságukat építhetnénk. Nincsen olajunk, nincsenek fémeink. Mi Magyarország és különösen Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye a munkájára, a tehetségére, az akaratára tudja építeni a jövőjét. Ebben szövetségeseink a szakmát tanuló, választó fiatalok, a munkás életkorban lévők mellett, hiszen a jövő az rajtuk múlik. Ezért is nagyon fontos, hogy milyen szakmát választanak, milyen szakmai kínálatot tudunk nekik adni, milyen jövőképet tudunk biztosítani. Ugyanakkor viszont a munka, a szakma nem csak pénzkereset, hanem boldogság forrás jó esetben, hobbi lehet, olyan tevékenység, ami elégedettséget is okoz az embernek. Számtalan sátor és rengeteg kiállító színesítette a programot. Rögtönzött bemutatókat láthattak a fiatalok és feltehették kérdéseiket azoknak, akik már az általuk érdekesnek talált ágazatokban találták meg számításukat. Megújul a nagykálói napstrand, felújítják a medencék belső burkolatát, kialakítják a termálmedence vízforgató rendszerét, napelemes rendszert építenek ki, továbbá fejlesztik a nagykálói zsidó temető környezetét.
Jelentős, több mint 200 millió forintos turisztikai fejlesztésre nyert forrás Nagykáló a Top Plus program keretében. Komplex turizmus fejlesztés zajlik Nagykállóban. A járás központ strandjának mindhárom medencetere megújult, a gépészeti rendszereket felújították, és a költséghatékony üzemeltetés érdekében napelemrendszert szereltek fel. Ez egy konzorciumban benyújtott pályázat, a Nagykállói Zsidó hitközséggel együttműködve nyújtottuk be, és lényegében ez a fürdőfejlesztés volt az önkormányzat elsődleges feladata, és már most így javában ugye benne vagyunk, és a végéhez közeledünk, elmondhatom, hogy egy évtizedes problémáról beszéltünk, és eddig nem volt ilyen komplex lehetőség a újragondolásra. Talán legjobban elmerülve a projektbe tud ez megmutatkozni. Ugye itt energetikai korszerűsítés, ugye napelemek kerültek elhelyezésre, gépészet megújult, és ami a legfontosabb, hogy a medencék burkolatai megújultak, és ezáltal egy fenntarthatóbb a kisváros számára is üzemeltethető fürdőt kapunk. A polgármester hozzátette, a napstrand napi befogadó képessége még nem ért el a maximumot, de jövőre erre is lehetősége lesz a településnek. A város célja, hogy egy fenntartható, a helyi igényeket kielégítő strandot hozzanak létre. A konzorcium részeként a Csoda Rabbiként ismert Taub Ejzik Izsák sírhelye is megújul. A Csodarabbi sírja vonatkozásában pedig arról szeretnék beszámolni, hogy több ezer látogatót vonz, mint nemzetközi turistát, mint a hazai turizmusban ide látogató vendégeket a Csodarabbi sírja. Itt egy látogatóbarát fejlesztés, egy akadálymentesítés valósul meg, a biztonságos megközelítettség érdekében egy gyalogátkelő hely alakul ki, illetve a mostani látogatóközpontban valósul meg egy interaktív fejlesztés. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen javult a város turisztikai vonzereje. Beismerő vallomást tett az előkészítő ülésen, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így egy év 10 hónap végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a vádlottat, akinek gondatlan magatartása miatt egyik unoka húga a Tiszába fulladt, míg a másik csak a szerencsés véletlennek köszönhetően maradt életben. 2023 nyarán V.E. vádlott a féltestvére 2 lányát nyaraltatta. Június 23-án lementek a Tisza partra, ahol V.E. megengedte az úszni nem tudó lányoknak, hogy a folyó azon szakaszán vízbe menjenek, ahol nem volt kijelölt fürdőhely. Az erős sodrás mindkét gyermeket elragadta, azonban egy motorcsónakkal a segítségükre siető tanúnak sikerült az egyik kislányt kimenteni a vízből, nővére azonban elmerült, testét csak 2 nap múlva találták meg. A bíróság a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétségében és kiskorú veszélyeztetésének büntettében mondta ki bűnösnek, az ítélet jogerőre emelkedett. Többek között táncházzal, népi játékokkal és mesemondással is várják az érdeklődőket pénteken Nyírszőlősön, a 2. népművészeti fesztiválon. A rendezvény a népművészet valamennyi területét kézzelfogható közelségbe hozza majd a látogatók számára. Legutóbb Ibrányban, most pedig Nyírszőlősön rendezik meg a 2. népművészeti fesztivált. A rendezvényt felvezető sajtótájékoztató Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, miért tartják fontosnak a fesztivál támogatását. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak Nyíregyháza frekventált helyszínein, a Múzeumfaluban, a Sóston vagy éppen a Kossuth téren legyenek kulturális és gasztronómiai programok, hanem a külső város részekben is, ez immár hagyományi Nyírszőlősön is, és örülünk annak, hogy az Egyesület, a Népművészeti Egyesület bennünket választott, és a Nyírszőlősi Közösségi Térben lesz megrendezve a kézműves találkozó, amely megyei kiterjedésű, tehát valamennyi egyesület részeszebben ennek a szerzésében, és várjuk a vendégeket Nyíregyházáról, de éppen a megye minden településéről. A nap folyamán régi időket idéző dallamok, táncház, népi játékok, kézműves foglalkozások és élőszavas mesemondás is várja az érdeklődőket. Az Egyesület egyébként heti és éves szinten szervez programokat és szakköröket. Heti szinten van csipkekészítő, nemeszkészítő, szövő, fazekas, kerámikus, kosárfonó, fafaragó és gyöngyfűző szakágak. Ilyen az országos és nemzetközi kovács találkozónk, a fazekas kerámikus szaktáborunk, a fafaragó táborunk és a
textiles konferenciánk, de úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy olyan rendezvényt létrehozni, ahol több népművészeti szakágat is meg tudunk szólítani, és több népi mesterséget is be tudunk vonni ebbe a programba, és a Vármegyénkben lévő népművészeti egyesületeket is meg tudjuk szólítani. A minden évben más-más helyszínen megrendezett fesztivál a népművészet valamennyi területét kézzelfogható közelségbe hozza a látogatók számára. A mesterek valós tárgyalkotás közben mutatják be a szakterületük munkafolyamatait az érdeklődőknek. Eléggé különleges alkalom lesz ez, még ilyen jellegű rendezvény nem volt itt megrendezve, hogy egy csokorba gyűjtjük össze a megye népművészeit, és ők fogják megmutatni a nagy közönségnek, hogy hogyan is kell elkészíteni egy kosarat, vagy hogyan kell megfaragni egy oszlopot, és aki majd kedvet kap hozzá, akkor őt majd segítjük a továbbiakban, hogy tud eljönni hozzánk majd a műhelybe, vagy akár a székházunkba is, ahol további információkat kap, ha ezt választja a hivatásának. A fesztivál szeptember 20-án pénteken 10 órai kezdettel Nyírszőlősön a Kollégium úti közösségi parkban rendezik meg. Az ingyenesen látogatható eseményre az érdeklődők mellett a helyi iskola és óvoda növendékeit is várják a szervezők. Több mint 100 véradó segített a napokban Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán a rászorulókon. A civil véradási hét kiemelkedő szerepet játszik a véradás népszerűsítésében, a társadalmi összefogás erősítésében és az egészségügyi rendszer működésének támogatásában. Egy véradás az előkészületekkel és a regenerálódással együtt általában egy órát vesz igénybe. Ennyi idő alatt akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos civil véradási hetet immár 11. alkalommal rendezték meg. Csak köszönet hangján szeretnék szólni, hiszen azt gondolom, hogy ennél nagyobb tettet keveset lehetne elképzelni. Emberek eljönnek, hogy vért adjanak, és ezzel más embereken segítsenek. Azt gondolom, hogy ez az önzetlenség, az önkéntesség egy olyan kombója, amiért csak hálásak lehetünk az embereknek. Mi minden évben a civil szervezeteket szólítjuk meg, és mivel nagy megye vagyunk, 3 helyszínen tesszük ezt, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán. Nagy öröm számomra, hogy már azt tudom mondani, hogy több mint 100 civil szervezeti vezető, tag, önkéntes, egyszerű állampolgár, aki segíteni szeretne adott vért. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből kb. Fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható. A véradást minden esetben orvosi vizsgálat előzi meg, ahol az orvos eldönti, hogy adhat-e vért a jelentkező. A nők évente 4, a férfiak pedig maximum 5 alkalommal lehetnek donorok. Mi minden évben 2 véradást szervezünk, valamikor február környékén újra jelezzük majd a civileknek, de ha már ezt a kérdést feltette, azt szeretném jelezni, hogy aki kalandvágyó véradó, évente 4-5-ször nyugodtan lehet, negyed évente nyugodtan lehet. A civil véradási hét kiemelkedő szerepet játszik a véradás népszerűsítésében, a társadalmi összefogás erősítésében és az egészségügyi rendszer működésének támogatásában. A héten országszerte több mint 90 helyszínen segítettek a véradók. Az elmúlt napok hideg időjárása miatt az éppen vonuló fecskék valószínűleg több 10 000 példánya pusztult el Magyarországon. Hogy mekkora a veszteség, azt majd csak jövő júniusban lehet látni, amikor az egész hazai fészkelő állomány visszatér. Menedéket keresve riadtan repkedtek a bajba jutott fecskék. A mögöttünk álló esős napokon országszerte lehetett látni ezt a jelenséget, hiszen ez a madárfaj különösen érzékeny a több napig tartó hideg, csapadékos időjárásra. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint azonban ez nem volt egy rendkívüli helyzet. Ez a helyzet a fecskék életében mindennapos. Mondjuk az emberek, hogy ezért is fogy az állományuk, mert az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak, és amikor ezek a fecskék innen elmennek, a Közép- és Dél-Afrikáig tartó útjuk, mind oda való útjuk, az ott való telelésük, és a visszaútjuk során minden négyzetkilométeren ilyen, és hasonló negatív civilizációs hátterű hatások érik őket. A szakember szerint a rutintalan madarak rossz döntést hoztak, és nem repültek el. Péntek reggel, amikor elkezdhettek volna vadászni, megérkezett a hűvös, esős idő. Ekkor még lehetett például úgy segíteni rajta, hogy kinyitni ajtókat, ablakokat, melléképület, garázs, ilyesmi, és akkor oda be tudtak menni. Ugye ki lehet elvileg tenni melléjük liszkugacot tálkába, de a fecskék repülőrovarra vadásznak,
automatikusan egyből nem értik a szituációt, hogy mit kéne neki azzal ott kezdeni, meg nem lehet fölrakni 30 méter magas párkányzatra. Ez ment még szombat napközben is, de vasárnap reggelre, aztán különösen vasárnap délre és a délutáni órákra az így bajba került madarak túlnyomó többsége az utolsó előtti állapotba került, azt mondta, hogy mindenképpen repülnöm kell, vagy itt fogok ültömben éhen pusztulni. Ezek a madarak kezdtek el repülni, keresték fel az utakat, az aszfalt egy kicsit melegebb, fölötte talán több a rovar, elütött rovarokat össze tudják szedni a rutinosabb fecskék a talajról, és utána, amikor itt megpróbáltak utolsó erejükkel vadászni, nem hogy a zsírtartalék fogyott el a szervezetükből, hanem a hatalmas mellizom, aminek ilyennek kell lenni, hogy tudja repülni, az ilyen lett. Ez az éhenhalás szintje. Mivel itt sok tízezer madárról volt szó, a madármentő állomásokon nem tudtak segíteni. A jövőre nézve pedig érdemes felkészülni. Ilyen helyzetek sajnos egyre gyakrabban várhatóak a klímaváltozás miatt. Fecskekrízis esetén az a legjobb, hogyha egy-egy madárbarát, közössége, klubok befogadnak 5-10 madarat, mert az kezelhető. Ha több száz ember vízbe 2 óra alatt, 3 óra alatt a madármentő állomásokra összességében több száz, több ezer fecskét, akkor nem lehet velük mit csinálni. A szakember elmondta, jelenleg rengeteg fecske repked és vadászik, mintha mi sem történt volna. Keleti futballrangadót játszanak szombaton Nyíregyházán, az NB1-es tabella 11. helyén álló Nyíregyháza Spartakusz a 8. Debrecent fogadja. A mérkőzés 19 óra 30 perckor kezdődik az új városi stadionban. Az első 6 fordulóban 1 győzelem és 1 döntetlen mellett 4 vereséget szenvedett az NB1-ben az újonc Nyíregyháza. A válogatott szünet után a Vasas ellen a Magyar Kupában 11-esekkel jutott tovább a Spari. Tímár Krisztián vezetőedző szerint most már teljes a játékos keret, és reményei szerint a folytatásban jönnek majd az eredmények is. Az elején ugye kialakulóban volt a keret, itt az átigazolási időszak vége felé gyorsultak fel az események, és ugye lett jó pár változás a keretben, mostanra mondható az, hogy végleges a keret. Nyilván nehézséget okozott az, hogy ugye többnyire idegenben játszottunk, és ugye, hogy a keret is változóban volt. Most van egy olyan időszak, amikor tudtunk egy kicsit együtt edzeni, és ugye a Vasas mérkőzés is nagyon jó szolgálta ezt az időszakot. Több játékos is ugye bemutatkozott. Most a Kejtának ugye így most már van 2 mérkőzése, a Nika is bemutatkozott most már ugye a Vasas ellen, de nyilván vannak még lemaradásaik, mert ugye később kezdték el az edzéseket. De összességében nagyon jó a hangulat, örülünk neki, hogy sikerült továbbjutni a Vasas ellen, és szeretnénk most már elkezdeni pontokat gyűjteni a bajnokságban is. A nyíregyháziak rutinos védője, Baki Ákos elmondta, hogy miben van a legnagyobb különbség az MB2 és az élvonal között. Gondolkodásban mindenképpen gyorsabbnak kell lenni. Itt azért technikásabb a foci, mint az MB2-ben, ott azért kicsit fizikálisabb a játék, de úgy gondolom, hogy fordulóról fordulóra egyre jobban veszük fel a harcot mindenkivel, egyre jobban áll össze a játékunk. A hétvégén a Debrecent látja vendégül a Spari. A két csapat legutóbb még az NB2-ben 4 évvel ezelőtt találkozott egymással Nyíregyházán, akkor 1-1-re végződött a mérkőzés. Ez egy érzelemdús találkozó lesz, rég volt erre a keleti rangadóra már példa, hogy a bajnokságban tudjanak találkozni az ősi riválisok. Bízom benne, hogy kellően felvértezve egy nagyon jó színvonalú mérkőzés lesz, és nagyon szeretném, hogyha itthon tudnánk tartani a 3 pontot. Bízom benne, hogy ugyanezt a mentalitást fogjuk tudni kivinni, mint ami eddig jellemzett minket, és ezt olyan minőségi tartalommal fogjuk tudni megtölteni, hogy a 3 pontot eredményezzen. Tudjuk, hogy ugye a szurkolók nagyon várják ezt a mérkőzést, és bízom, hogy az ő támogatásukkal tényleg ezt itt meg is tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. A Nyíregyháza Spartakusz Debrecen mérkőzés szombaton 19 óra 30-kor kezdődik az új városi stadionban. A 7. forduló további párosítása a következő: MTK Budapest, Ferencváros, Zalaegerszeg, Kecskemét, Újpest, DVTK, Puskás Akadémia, Fehérvár FC és Eto FC Győr, Paks. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Tematikus utcák és virtuális barangolás idén átláthatóban és az online térben is sokak számára elérhetővé téve szervezték meg az idei szakmafesztet Nyíregyházán. A vármegye számos általános iskolájából érkeztek fiatalok pedagógusaikkal, hogy tovább tanulásukhoz első kézből kaphassanak információkat és inspirációt. Egy komplex fejlesztésnek köszönhetően jelentősen javul Nagykáló turisztikai vonzereje. A járás központ strandjának mindhárom medencetere megújult, a gépészeti rendszereket felújították, és a költséghatékony üzemeltetés érdekében napelemrendszert szereltek fel. A pályázat részeként a csodarabbiként ismert Taub Ejzik Izsák sírhelyét is felújították, és látogatóbaráttá tették. A válogatott szünetet és a Magyar Kupa hétvégét követően ismét bajnoki mérkőzést játszik a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián 11. helyen álló együttese a 8. Debrecent fogadja. A mérkőzés szombaton 19 óra 30 perckor kezdődik a Városi Stadionban. Szeptember 19-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a pára és a köd feloszlása után általában sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az ország délnyugati felében lehet kicsit több a felhő, ott néhol zápor előfordulhat. Az északkeleti-keleti szél megélénkül, délutánra 21 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.